a csoportos megbetegedések terjedése folyamatosan növekszik. Az országos tisztifőorvos szerint nagyon fontos, hogy a járvány terjedése lelassuljon, ezért a hatóságok továbbra is azt kérik, hogy aki teheti, maradjon otthon. A több mint 100 fertőzöttből többen intenzív osztályon vannak. Az egyik egészségügyi intézményben egy 40-es éveiben járó, súlyos állapotban lévő betegünk is van. A koronavírus elsősorban a 65 év felettiekre és a krónikus betegekre jelent veszélyt. Az idősek védelmében egy újabb tájékoztató kampány indul. Kérem, hogy mivel úgyis otthon tartózkodnak, figyeljék a televízióban ezeket a kampányokat. A határvédelemben és a járőrözésben már részt vesznek a katonák, és hamarosan mozgósíthatják a tartalékosokat is. A rendvédelmi és a honvédségi állomány létszámán felül számításba vettük az egészségügyi rendszerbe bevonható szakképzett munkatársak létszámát is, hogy fel tudjunk készülni arra, hogy a tömeges megbetegedések időszakában megfelelő egészségügyi ellátást tudjunk nyújtani. Egyedül önnel nem vagyok tegeződő viszonyban, de a többiekkel igen. A te kérésed volt, Feri, hogy hát ha nem is pontosan a székek szempontjából, meg a középen az asztal, hanem mi volt a kérés? Az volt a kérés, hogy ne a szokásos helyzetben üljünk, hanem legyen körülöttünk tágasabb tér, legalább másfél méter távolságra legyünk egymástól, és hogyha egy asztalra kell tennünk a kezünket, akkor azt előtte valaki gondosan törölje le egy alkoholos fertőtlenítővel. Maradjunk itt. Én ugye arra kértem önöket, titeket, hogy beszélgessünk úgy, mint hogyha ez egy vasúti kupé lenne, ahova beülünk 7-kor, és nagyjából 8:45 után kiszállunk, és beszélgetünk. Az, amit itt most elmondtál, mint óvintézkedést, ezt te a nap 24 órájában, oké, amikor alszol, akkor öntudatlan vagy, de ezt be tudod tartani? Van, amit be tudok, és van, amit nem tudok betartani. A legjobban attól félek, hogy meg fogom vakarni a szememet. Tehát, hogy tudom megállni azt, hogy nem veszem le a szemüvegemet, és megvakarom a szemem. Tehát ugye egy maszkba jöttem ide hozzátok is, most levettem, hogy ne melegítse a nyakamat. Mondom, hogy maszk, de nekem nincs maszkom, mert én nem jutottam még hozzá, vagy nem vettem időbe maszkot meg. 9 forint volt egy ilyen maszk korábban, ugye hát most inkább 6-800 forintért lehet megvenni, vagy még többért, úgyhogy ezt elég méltánytalannak tartom. Tehát azt kell, a masznak az én számomra az a plusz hozadéka, amikor az utcára kimegyek, bár nem nagyon jártam az utcán az utóbbi napokban, hogy nem nyúlok az arcomhoz, nem nyúlok a számba, nem nyúlok az orromhoz, és nem vakarom meg a szememet. Kesztyűt hordasz? Nem voltam az utcán, eldöntöttem, hogy hordok kesztyűt, de most megfogtál, mert most is úgy jöttem el, hogy még nem jutott eszembe, hogy a kesztyűt fölvegyem. De kell a kesztyű, mert kell a kesztyű ahhoz, hogy a kocsimnak a kilincsét megfogjam, le kell törölnöm a kormánykereket, esetleg egy alkoholos ruhával, vagy a kesztyűvel nem szállok be az autóba. Ez egy elég finom óvintézkedés sorozatra van szükség, ugye, amit nagyon azért nehéz van, betartani. Hogy ne nyújjál olyan tárgyhoz, amit egyébként más megfogott, mert ki tudja, hogy ő egyébként vírusos volt-e vagy sem. Igen. Ezt a nap 24 órájában, miközben tévé, rádió, újság, ahonnan a csövön kifér, mondja, ezt be lehet tartani? Hát ha otthon marad az ember a nap nagy részében, vagy teljesen 24 órában otthon van, akkor nem kell ezeket a szabályokat így betartani. Én is otthon vagyok. Én is otthon vagyok. Azt nem mondom, hogy nem mentem még le boltba. És az? Maszkkal. De ott megfog valamit. Megfogom. Az alkoholos törlő. A bejárati ajtónál ott van a fertőtlenítős. De elég egyet törlő, kihagyni, ez nem? Tessék? Elég egyet kihagyni. Hát nem hagyom ki. Ne. De tényleg, ha bemegyek, letörlöm a kilincset, utána rohanok, megmosom a kezem, amikor kirakom a holmikat, kirázom a zacskóból, a zacskókat azonnal eltüntetem, és újra kezet mosok. Gábor, te ezt be tudod tartani? Ugyanígy viselkedek én is, de értem a kérdést. Tehát, hogy valóban úgy van, hogy én is azt gondolom, hogy nem tudunk 100%-osan, de az, hogy az ember miért törekszik arra, én két választ tudok mondani. Az egyik az, hogy a saját lelkiismeretem megnyugtatása okán, hogy ha esetleg bekövetkezik, akkor azt mondhassam a gyerekemnek, a nejemnek, a családomnak, a szomszédomnak, a barátaimnak, hogy én azért mindent megtettem, hogy nem ez lett
az egy dolog. A másik, meg olvastam egy ilyen, a Facebookon egy ilyen rövid szösszenetet, valószínűleg nem igaz, de jópofa történet, vagy legalábbis nagyon tanulságos, hogy a jósnő beszélget a pestis járvánnyal, igen. És akkor megvan ez a történet. Nem, nincs, csak jól kezdődik. Hát a jósnő beszélget, és megígérteti, hogy ő meg fogja jósolni, hogy hány áldozata lesz a pestisnek, és akkor megállapodnak, hogy mit tenni, 10 000. És megállapodnak, és ha vége van a járványnak, akkor számon kérje a jósnő a pestist, hogy hát 200 000 lett, és nem 10 000, és nem ebben állapodtunk meg, és erre azt mondja neki a pestis, hogy én 10 000-et betegítettem meg, a többiek saját magukat. Péter? Egymást. Nekem ami, csak az jut eszembe, hogy indulnak ezek a tájékoztató kampányok, amik már eddig is mennek, és ugye a Györfi Pál elmondja, hogy ne puszilkodjunk, ne fogjunk kezet, minden, amit az ember be tud tartani. De hogy miért nem volt egy olyan tájékoztató film, vagy bármi, ami azt az egyszerű dolgot bemutatja, hogy hogy mossál kezet. Nekem a feleségem elmondta, 40 másodperc, és úgy, hogy az ujjaim végét is alaposan, és meg kell mosni. Egyébként, hogy ez mennyire nem hülyeség, hollywoodi sztárok tettek fel erről pár másodperces ilyen kvázi oktatófilmeket. Na most én nekem az a gondom, hogy ezek a praktikus dolgok, tehát amit most mondott Feri is, hogy a kilincset letörli, meg nyilván az ember kijön egy boltból, akkor rögtön ezzel a fertőtlenítővel megmossa a kezét. De én nem hiszem egyébként, hogy állarccal, fertőtlenítővel az egészet meg lehet valahogy gátolni. Ugye egy kupéban az emberek nem úgy beszélgetnek, hogy 10 percenként vagy 20 percenként adnak egy filmet, és aztán utána folytatják egészen másféleképpen, és mi se így fogunk beszélgetni. De volt ugye egy film, amit láthattunk, amely az operatív törzsnek a tevékenységéről szólt, illetve annak a sajtótájékoztatójáról, amelyet nekem itt nem tisztem dicsérni vagy bírálni. A kérdés az, hogy miközben egy vírusfertőzés kapcsán népmesei módon arról beszélgetünk, hogy mossál kezet, holott ugye általában betegség kapcsán nem ezt szokták elsőként említeni. 3 pont. Mindaz, ami egyébként már a Péteri által is említett módon történik, tehát ami a tájékoztatást illeti, és ami ugye itt most úgy szólt, hogy itt állunk a tömeges megfertőződés előtt. Mi az, amit ezügyben jól tesznek, és mi az, amit rosszul tesznek? Mert én, amit csodáltam az orvosokban mindig is, az én apám orvos volt, az volt, ahogy az orvosok beszélni tudtak a beteggel akkor, amikor az aggódott saját maga, vagy a hozzátartozói felől. Mennyiben tölti be ezt jól, rosszul, vagy egyáltalán mindaz, ami a médián keresztül történik, konkrétan az, akik beszéltek? A egyik enged meg, hogy elmondjam, hogy hogy kell kezet mosni. Tudok rá egy nagyon egyszerű trükköt, ahogy engem tanítottak, méghozzá úgy, hogy össze kell sározni az embernek a kezét. Jól bekenni sárral, és bekötni a szemét, és azt mondani, hogy mossál kezet. És utána lehet látni, hogy hol hagytad a sarat a kezeden. Tehát a példamutatásról van igazából szó, arról, hogy a mi vezetőink milyen példát mutatnak. Tehát, hogy a törzsnek a fénykép üléséről megjelent egy fénykép a mai lapokban, ahol lehet látni, hogy szorosan egymás mellett ülnek, gondosan tárgyalnak, és sem maszk nincs rajtuk, se semmi. Ami azt gondolom, hogy kockáztatják a mi helyzetünket, a mi vezetőink azzal, hogy a saját egészségükre nem vigyáznak, és nekünk ilyen példát mutatnak, mert mi lesz akkor, hogyha ők kiesnek ebből a vezetői szerepből? Tehát, hogy ez egy nagyon kényes dolog. Ő rájuk egy háborúba is a hadseregnél a parancsnokokra különösen vigyáznak. Hát szóval, hogy ez akkor hogy történik? Tehát a példamutatásnak azt gondolom, hogy kitűnő jelentősége lenne. A másik ugye az, hogy a példamutatáson kívül hát valamit tenni is kellene. Ugye az, hogy ez a járvány most lett, ez minden, csak nem váratlan. Pontosan lehetett tudni, hogy ilyen járvány lesz, legfeljebb nem tudtuk, hogy mikor lesz ez a járvány, tehát erre lehetett volna készülni. Van az országnak egy pandémiás terve, egy nemzeti pandémiás terv, amit a kormányzat jóvá hagyott, ami még 2009-ben már frissítettük. Igen. Hát akkor már volt egy előtte egy terv, és ez a pandémiás terv meghatározza azt, hogy az úgynevezett interpandémiás időszakban mit kell csinálni. Most nekem nagyon
jó okom van feltételezni azt, hogy ebben a 10 évben ebből semmi nem történt. Mi az, ami ebbe kellett volna készülni? Az egyik, amire kellett volna... Feri, ne haragudjál, most itt vagyunk a közepén, most azt nézni, hogy mi az, amit elmulasztottak, azt majd szerintem akkor lesz érdemes megbeszélni, amikor az egész levonult most, amikor itt vagyunk az eleje közepén, vagy a közep elején, hol vagyunk? Most egy versenyfutásban vagyunk. Még nem vagyunk a közepén. Akkor most visszafelé szerintem most... Ez nem visszafelé van, hanem ez most egy versenyfutás. Ezt értem, de a versenyfutásnál az ember már rajta van a cipő. Az, hogy adhattak volna rá egy másikat, az szerintem nem a legjobb. Nem másik cipőről van szó. Arról van szó, hogy azokat a hiányokat, amiket az eltelt 10 évben meg a várakozás időben nem tettünk meg mindannyian, azt most hétfő óta kezdte el a kormány csinálni. Hát akkor erről kell, hogy beszéljünk. Erről beszélünk. Tehát hétfő óta a kormánynak megváltozott a kommunikációja, és elkezdtek tényleges intézkedéseket hozni, amik nagyon helyesek. Az a kérdés pillanatnyilag, hogy mi, mint lakosság, képesek vagyunk-e ehhez megfelelő időt biztosítani. Akkor itt tartsunk egy röpke szünetet, jön a második film, és folytatjuk.